Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, meghívlak, hogy a Isten dicsőítésére a 219-es számú énekünket énekeljük, az Úr csodásan működik. Az Úr csodásan működik, de akik tehetjük, leborulunk, és úgy imádkozunk. Most én. Drága, mennyi jó édesatyánk, háladással hajtottunk térdet előtted, mint teremtő Istenünk előtt, mert te teremtettél, megváltottál, megbocsátottál. És köszönjük, hogy egybe gyűlhettünk erre nagyon szép helyre, hogy dicsérjük, magasztaljuk és imádjuk az Atya, Fiú, Szent Lelket. Kérünk, jelenjél meg közöttünk, és Szent Lelked által tedd áldásossá összejövetelünket, hogy lelki örömben tudjuk eltölteni ezt a délutáni órát. Köszönjük, hogy meghallgatol, és többet teszel kérésünknél, mert az Úr Jézus szent nevébe kértük. Amen. Amen. A műszaki asztaltól megkérem, hogy vetítsék ki az üdvés adventi énekeskönyvből a 121-es éneket, mivel az angyalok is dicsőítik énekkel az Isten. Tudjátok, az ének vidámít. Meghívlak, hogy mind akik ismeritek ezt éneket, énekeljétek én velem. A 121-es.
A versnek a címe, amelyre megengedték, és elmondok, az: légy hű mindenhez, császárhoz, Istenhez, férjhez, feleséghez, még a szolgákhoz is. Légy hű mind halálig, az időhöz is, és néked adom az életnek koronáját. Fájó szívem mélyén rémes harcok dúlnak. Két égő szememből sűrű könnyek hullnak, mert sokszor oly nehéz a krisztusi keresztény élet. Gyakran elfáradok, néha úgy félek, sötét kétség gyötör, bírom-e sokáig? És akkor fülembe csendül az Úr Jézusnak eme szavai: hát Zoli bácsi, ha légy hű, mint halálik. Erőt nyerek újra, küzdök, bírom, hiszek, az újuló harcba még több fegyvert viszek. Elernyedt izmaimba acélos erő száll. Nem győzesz meg, pokol, s nem ártasz nekem, halál. Miért? Mert Krisztus mellettem lesz, mellettünk lesz utolsó órámig, s így fog buzdítani. Hát légy hű, mint halálig. S ha kísérte világ mulló gyönyörivel, vagy ha nagy hűségedért majd senki sem szível, vagy ha hiszelegnek mézes, mázus szóval, csalnak, kápráztatnak sok-sok hamis jóval, és a sok kísértés majdnem már-már el is csábít, hát fordíts felém szemed, és légy hű, maradj hű, mint halálig. Ha világ leszól, a világ leszól, ha a világ leszól, meggyaláz, és nem hagy béket sehol, ha barátod elhagy, ha testvéred megtagad, csüggedned, lankadnod, busulnod, nem szabad, mert lesz, aki oldalod belül soha el nem tágít. Én te veled vagyok. Légy hű, mint halálig. Légy hű, mert vár reád boldogság honnan. Légy hű, mert ínt felé dicső korona. Légy hű, s angyalok visznek mennybe téged. Légy hű, s oly édesen teljesül reményed. Ez a rövid bubánatod öröködre válik. Csak értem élj, ha kell, értem halj, s légy hű, mint haláli. Legyen érted végre a Krisztus érte mássa, azaz fantom képe, hogy az igaz hitet minden ember lássa. Legyél mindenütt fény, mely ragyog világít, álljál meg a hitben, álljatok meg a hitben, álljunk meg a hitben, s legyünk hűek, mint halál. Köszönöm. Köszönjük a költeményt. Sok szeretettel köszöntök minden jelenlevőt, mindazok, akik elhatároztátok, hogy egy pár pillanatot töltsünk el Jézus lábainál. Egy bibliateológus tanár bement egy osztályban, és a jövendőbeli lelkészeknek feltett egy kérdést. Ez a kérdés számomra is jogos, és számodra is. Mit tanít a Biblia? Mi a Bibliának a fő tanítása? A jövendőbeli lelkészek ráfigyeltek, és adtak több választ. Többek közt a szeretetről, a kegyelemről, a megváltásról, a törvényről, Isten irgalmáról. De a tanár int a fejéből, hogy nem ez a Biblia fő tanítása. Meg tudná mondani közülünk, mi a bibliai fő tanítása? Térjetek meg! Az is benne van a Bibliában.
És nem ez a fő tanítása, tessék. Az ember megváltása, az ember megváltása, az üdvösséget hogy lehet elnyerni? Ez is benne van, de mégsem nem ez. Erről is bizonságot tettek a tanulók, és a tanár mégis azt mondta, hogy nem ez a fő tanítása a Bibliának. És akkor egy a tanulók közül bátorságot vett, és azt mondja, tanár úr, hát tessék megmondani, mi a Bibliának a fő tanítása. Egyszerűen a tanár mosolyogva azt mondja, tudjátok mi, vegyétek a Bibliát, az első könyvtől, a Biblia utolsó könyvéhez, a Mózes könyvétől, a jelenésnek könyvéhez, az utolsó fejezetig, az egész Biblia a helyreállításról tanít. A Bibliának a fő tanítása a helyreállítás. Amen. Isten helyre akarta állítani azt, amit az első emberpár elrontott. Az második Ádám, Jézus Krisztus feláldozta életét azért, hogy helyreállítsa azt, amit az első Ádám elrontott. Krisztus áldozatával, megfeszítésével bizonyította azt, hogy a halál fizetését lefizette. Mindent, amit az első Ádám elveszített, a második Ádám, Jézus minden helyreállít. És az ember, az új embert az új Édenben akarja állítani. Ez még több. Jézus egy csodálatos ígéretet tett, mielőtt felment volna a mennyben. A János evangéliumában, a 14. fejezetben, az első 3 versben van feljegyezve. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Milyen csodálatos ígéret, hogy Jézus vágyik együtt lenni velünk. Milyen volt az első édenkert, hol csak béke, öröm volt, az ember találkozott Istennel, és az Isten tanította, az állatok és a madarak csicsergése körülvette őket. Nem volt bánat, nem volt félelem, nem volt fájdalom, de az ember mind eljátszotta ezt. Mert hallgatott a kísértésre. Jézus, a második Ádám ezt akarja helyreállítani, új földöt akar alkotni az üdvözítők számára. Egy új Édent, ott nem lesz betegség, nem lesz fájdalom, nem lesz elvállás, csak öröm és béke. Isten megadta a választási jogot. Ő nem kényszerít senkit. Előttben adtam, ó ember, az életet és a halált. Tőled függ, mit választol, az életet vagy a halált, az áldást vagy az átkot. Tőled függ, hogy mit választol. A Mózes 5. könyve 30. fejezet 19. versében a következőt találjuk feljegyezve. Bizonságul hívom ellened ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökben, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess, mint te, mint a te magod. Tőlem függ, mit választok? Tőled függ, mit választol? Ellen White több helyt leírja ezt. Például a Bizonságtétel 3. kötetben csak megemlítem, a
456-457. oldalon azt mondja, hogy az ötvösségünk Isten parancsnoka, győzött értünk, és ha mi akarunk győzni, akkor fogadjuk Jézus Krisztust a szívünkben. És ha Jézus Krisztus a szívünkbe fogadjuk, Isten szíve sosem vágyadott mélyebb szeretettel és szánakozásokban, gyöngetséggel földi gyermekei után, mint most. Sosem volt idő, mikor Isten készségben ne várta volna a kínálkozó alkalmakat, hogy többet tegyen népért, hogy helyreállítsa az állapotát. Tovább például a szemelvények első kötetben a 96. oldalon a következőt írja. Senkinek nem kell elvesznie, mindenki maga dönti el, Jézust válaszza, vagy sátánt választ a fejedelmékél. Minden ember részesülhet abban a segítségben és megpróbáltatás idejében, amikor miben Krisztus részesült. A kereszt bizonyítéka annak, hogy senkinek nem szükségszerű elveszni, és hogy minden ember számára óriási segítség áll rendelkezésére. A mi választásunkon múlik, hogy győzünk-e sátán seregének felette, vagy pedig annak erőihez csatlakozunk, Isten munkájának ellenségeive válunk. Az Atya ártatlan és szentnek teremtette ősszüleinket. Még sem zárta el előlük a gonosz cselekvéseit lehetőségét. Úgy is megteremthette volna őket, hogy ne álljon hatalmukban követelményeit, igényeit megtartani. Viszont akkor nem fejlődött volna a jellemük. Kikényszerített szolgálat lett volna. Így az ember saját döntésű akaratra, saját választású hatalmát adott neki. Fel van jegyezve előtted az élet a 23. oldalon. Amit meg kell értened, az akarat tényleges ereje, és az emberi természete uraló erő, a döntés vagy a választás hatalma. Minden az akarat helyes irányú tevékenységen függ. Az ember nem tudja megváltoztatni az ő szívét, és nem szeretheti saját erőből Istent. Mégis szabad választástól függ, hogyha őt szolgálja, milyen átadod néki akaratodat, ő fogja benned munkálni úgy az akarást, mint a cselekvést. Így módon egész lényed Krisztus lelke fogja uralni. Szeretetet Isten fiában összpontosul, és gondolatai összhangban lesznek veled. Tehát tőled függ, hogy választod Jézust, vagy választod a sátánt. Ezt találjuk a Jézushoz vezető című útkönyvben. Az Úr nem akarja teremtményét kényszeríteni, nem fogadhatja el tiszteletüket és hódolatukat, ha azokat nem készségesen és értelmesen szeretetből hozzuk. Arra vágyik, hogy az ember, mint a teremtés koronája, a fejlődés legmagasabb fokáról jusson el. Az ember dönti el, hogy kinek a zászlója alá sorakozik. Én és te döntem el, hogy a fekete, borzasztó sátán zászlajára sorakozok, vagy a vérrel áztatott Jézus lobogója alá sorakozunk. Isten felruházott minket a döntési képességünkkel. Nekünk pedig használnunk kell ezt a képességet. Mi nem tudjuk szívünket megváltoztatni. Nem tudjuk a gondolatainkat, indítékainkat, érzéseinket uralni. Nem tudjuk
önmagunkat megtisztítani Isten szolgálatáról, alkalmassá tenni, de el tudjuk határozni, hogy nem fogunk szolgálni, neki fogunk szolgálni. Át tudjuk adni neki akaratunkat, és akkor ő munkálkodni fog akaratunkon, és ő fogja munkáltatni a mi szíveinkben a szeretetet és a cselekvést. Így egész lényünk Krisztus uralma alá kerül. A nagyorvos lábnyomán a 176. oldaltól van feljegyezve. Itt hát a kérdés, én veszek-e magamnak időt, hogy tanulmányozzam Isten igéjét? Hogyan akarja Isten helyreállítani az én életemet, a te életedet? Hogyan rendelkezünk az időnkkel? Szakítunk-e minden nap időt az ige tanulmányozására? Hogy tanulmányozzam az Isten igéjét. Hogyan akarja helyreállítani Isten az életemet és az életedet? Már kezdetben Isten elhatározta, hogyha az ember bűnt követ el, akkor fia által helyreállítja az ember helyzetét. Krisztus eltervezte, ha megtörténik a katasztrófa, az ember elesik, bűnkövetel, hogyan állítja helyre a dolgokat. Ő elment és egyedül felajánlta életét, az ember megváltásáért. A helyreállítás Biblia fő témája, Izrael népét is helyre akarta állítani. Elküldte Mózest, hogy vezesse ki népét Egyiptomból. A történelem elünk tárja, hogy Isten népe, Izrael népe elhajlott Isten tanításaitól, és idegen Istenek parancsolatait szolgálta. Isten helyre akarta állítani, és helyre akarja állítani ma is, de a kérdés az, én és te beleegyezünk, időt szakítunk erre, minden nap életben az idő hiánya. A legnagyobb probléma, nincsen időnk semmire, nincs időnk sokszor még enni sem, nincs időnk imádkozni, nincs időnk Bibliát olvasni, nincs időnk Jézussal foglalkozni, nincs időnk lelkünkkel foglalkozni. Nincs időnk családunkra, feleségünkre, férjünkre, gyermekünkre, nincs időnk, mivel foglalkozzunk. Csak szaladás és rohanás az életünk. Nincsen időnk semmire. Két ember időt szakított, hogy találkozzon Jézussal. Az első embernek a példája le van írva a Lukás evangéliumában 18. fejezet, 18. verstől a 25. versig. Egy fiatal, gazdag ifjú elmegy Jézushoz, és mond, kérdi tőle, jó-em, mester, mit cselekedjek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus egyszerűen válaszol, tartsd meg a parancsolatokat. Érdekes módon Jézus a vízszintesi parancsolatokat mondta, hogy tartsa meg. Ez ifjú szinte büszkén azt mondja, hát ezeket a parancsolatokat én megtartottam már ifjúságom óta. Fel van jegyezve, Jézus megkedvelte ezt az ifjút. És azt mondja neki, tudod, egy fogyatkozásod van. Lehet, hogy ez a fogyatkozás legyen én bennem is, legyen te benned is. Lehet, hogy ez a fogyatkozás kizárjon Isten országából. Mert ez az ifjú, mikor Jézus elmondta számára, hogy mi a fogyatkozás, szomorúan elment. Mert Jézus csak annyit mondott, add el a te vagyonadat, oszd ki a szegényeknek, és járj kövess engem. És akkor, mikor ezt hallotta, az ifjú elszomorodva eltávozott. Legalább én többet nem találtam semmit feljegyezve róla az írásokban. A második példázatot megtaláljuk írva szintén a Lukás
evangéliumában, a 19. fejezet első verstől a 10. versen. A történetet mindnyájan jól ismerjük. Egy nagyon jól ismert történet, a Zákeus története. Mivel Zákeus kistermetű ember volt, semmi esélye nem volt, hogy lássa Jézust, és ő szerette volna látni Jézust. Őt hát nem érdekelte, mit mondanak a szomszédai, mit mondanak a barátai, mit mondanak a munkatársai. Ő kinézte, hogy ki érdeklődte, hogy merre fog elmenni Jézus Krisztus, és keresett egy eper fügefát, mivel termete kicsi volt, és felmászott a fügefára. És ottan várta, hogy jöjjen Jézus. Türelmetlenül a fügefa tetején állva, s néz. Egyszer csak jön, közeledik a tömeg, megáll a fa alatt a tömeg, Jézus feltekint, és azt mondja, Zákeus, szállj hamar alá, mert én ma a te házadban akarok menni. Whitehelyen feljegyzi a Krisztus példázatú című könyvben, hogy Zákeus, mintha álomban lett volna, mintha lebegett volna az álomban, leszállott a fáról, és boldogan vezette Jézus Krisztust a hajlékában. De tudjátok, egy ilyen vendégfogadás nem volt egyszerű, könnyű, mert nem csak Jézust kellett fogadni, mindazokat kellett befogadja, akik Jézussal voltak. És nem csak egy pár órára fogadta, mert egy pár napra, és ez elég költségvetéses volt számára. És ahogy az asztalnál álltak, egyszer csak Zákeus feláll, és a következőket mondja. Felét a vagyonomnak, a szegényeknek adom. Kihoztam a szegényeknek. És ha valakitől jogtalanul, patvarkodással, csalás által elvettem valamit, négy annyit fogok visszaadni. Zákeus nem érdekelte több és semmi. Csak annyit érdekelt, hogy helyre tudja állítani az életét. Hogy amit addig rosszul cselekedett, hogy jól cselekedjen. Milyen különbség van a két példa között. Ha megfigyeljük, az első példának, az ifjúnak Jézus Krisztus ajánlta fel, hogy menjen, adja el a vagyonát, és ossza ki a szegényeknek. Itten a második példázatban nem Jézus ajánlja fel, hanem saját maga, Zákeus ajánlta fel, hogy felét a vagyonának a szegényeknek ossza ki. Milyen különbség? Zákeusnak az életet helyre kezdett állni. A Lukács evangéliumában a 14. fejezetben, a 16.-24. versben megvan említve egy történet. Egy ember egy vacsorát készít, és a hivatalosak nem kénytelenek elmenni. Miután elkészítette a vacsorát, elküldi a szolgáját, hogy szóljon a hivatalosaknak, jöjjenek el a vacsorára. Az egyik azt mondja, hogy mentsél meg engem, földet vettem, és el kell menjek, hogy megnézzem e földet. A második azt mondja, ments ki engem, mert ökröket vettem, és nem mehetek a vacsorára. A harmadik pedig azt mondja, hát feleséget vettem, és örvendeznem kell, nem mehetek a vacsorára el. Vajon az első igazat mondat? Megvette-e földet, kifizette-e földet azelőtt, hogy megnézte volna? Akkor este kellett, volt pontos, hogy elmenjen, amikor volt a vacsora? Vagy a második, vajon megvette-e az ember az ökreket? Máma, megveszem valaki egy autót, hogy ne próbálja ki, és akkor este kellett elmenjen, hogy kipróbálja az ökröket, amikor a vacsora kellett volna folyjon. És a harmadik, feleséget vett. Mennyivel inkább kellett volna menjen a feleségével,
hogy örvendezzen ott a vacsorán együtt vele. És mikor látta a gazda, elküldi a szolgáit, menjetek az útszélekre, és mindenkit hívjatok be. Mert megmondom néktek, hogy egy hivatalos sem fogja megkóstolni az én készítményemet. Még egy hasonló ilyen példázatot engedjétek, mondjak el, amelyeket a Máté evangéliumában találjuk meg. A 22. fejezetben, ott az első 10 versben egy király mennyegzőt készített. A király elkészítette a mennyegzőt, mindent előkészített, a hízlalt állatait levágta, és elküldi a szolgáit. Menjetek, szóljatok a hivatalosaknak, jöjjenek, mert minden el van készítve. De azok megfogták a szolgákat, és megölték. Nem volt idejük, hogy foglalkozzanak a király mennyegzőivel. Amikor a király hallta, elküldte hadjait, és elvesztette őket, felgyújtotta házukat. És mikor a király észlelte, hogy a hivatalosak nem méltók eljönni, azt mondja a szolgáinak, menjetek az útszélekre, menjetek a keresztutakra, és mindenkit hívjatok be. Úgy behívtak jókat, gonoszokat egyaránt. És megtelt a terem. És mikor megtelt a terem, a király bement. A 11. versnek írja le. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket. Látá ott egy embert, akinek nem vala mennyegzői ruhája. És mondta neki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád. Azt pedig hallgata, akkor mondta a király szolgáinak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek, és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lészen sírás és fogcsigargatás, mert sokan vannak a hivatalosak, és kevesek a választottak. A király mindenkinek felajánlotta a mennyegzői ruhát, de ez az ember visszautasította. Ő saját ruháival akart megjelenni. Ő nem akarta engedni, hogy helyre legyen állítva az ő állapota. Ő az ő állapotában, az ő ruháival akart megjelenni a királyi mennyegzőn. Jézus Krisztus készíti a mennyei mennyegzőt. Mindnyájunknak felajánlotta a fehér mennyegzői ruhát, az igazság ruháját. De a kérdés az, én csinálok-e magamnak időt, veszek-e magamnak időt, hogy felöltözzem a mennyegzői ruhát, és hogy vigyázok rá, hogy nehogy beszennyezzem. Én csak időt kell, hogy csináljuk magamnak, hogy tanulmányozzam Istennek igéjét. Vigyázzuk, hogy nehogy elsöpörjen a sátáni indulat. Mert jár és ordít, mint ordító oroszlány, és próbálja, hogy elnyelje a választottakat is. Tudjátok, Jézus hamar eljön. Nem tudjuk mikor. De egy kérdésem van. Ha ma éjjel jönne Jézus, én és te, kedves barátom, milyen állapotban vagy? Milyen állapotban vagy? Tudnál-e megállni előtte? Tudnád-e fogadni Jézus Krisztust? Készen lesz, vagyunk-e Jézus elé állani? Egy lelkész készíti a prédikációját. És egy körülbelül 5 éves gyerekje játszik a szobában. És egyszer a kisfiú feláll, elmegy az apájához. Apa,
Az apja int neki, menjél játszódjál, ne zavarjál. Elmegy, megint játszik. És újból, egy kicsit kipirulva a gyerek, elmegy. Apa, neked soha nincs időd rám. Egy kérdésem van. És te nem akarsz válaszolni? Te mindig olyan foglalt vagy, számomra nincs egy pillanatra időd. Megáll a lelkész, nézi a fiát hosszasan. Mondd, fiam, mi a gond? Apa, te annyit prédikáltál a gyülekezetben. Annyiszor prédikáltod, hogy Jézus Krisztus hamar visszajön. Miért nem jött még Jézus mostani? Az apa megnézi a fiát. Tudod, kedves gyermek, fiam, miért nem jött Jézus mostani? Azért nem jött, mert te néha rossz vagy. A gyerek lehajtja a fejét, elmegy, összeszedi a játékait, leül, búsan gondolkozik. De egyszer mosoly jön az arcáról, és elmegy az apjához. Apukám, én megértem, hogy néha rossz vagyok. És megértem, hogy azért nem jött Jézus. De apukám, te is néha rossz vagy, és azért nem jött Jézus? Mikor a lelkész hallotta, nem tudott válaszolni, mert igazat mondott ez a kisfiúcska. Néha mi is rosszak vagyunk. Mi sem nem vagyunk jók, nem vagyunk méltók, hogy megálljunk Jézus Krisztus előtt. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Nincsen időnk Jézusra. Jézus mindent megtett, érettem és éretted, hogy helyreállítsa a mi életünket. Zavaros világban Jézus ma is áll a szívünk ajtajánál, és várja, hát hogyha valaki meghallja, és megnyitja az ajtót, és bemenjen, hogy vele vacsoráljon. Ezt megtaláljuk írva a Jelenések könyvében, a 3. fejezetben, a 20. versben. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az ajtót, és megnyitja, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Mi mindig kérdezzük, miért nincs időnk? Azért nincs időnk, mert nem tudjuk, hogy kié vagyunk. Egy bús barangó sötét éjjelen, mikor átfogott a bús félelem, szorongó szívvel ekép kérdezem, kié vagyok, kié az életem? Ki vigyáz rám sötét éjjelen? Ki oldja meg minden nehéz gondomat? Kié vagyok? Kié a sorsom? Egy bús, barangó, sötét éjszakán, Krisztust láttam vérzön a Golgotán. Mozdul az ajka, és így szól hozzám. Hát nem tudod, hogy ki a sorsod? Ki oldja meg bánatod és gondod? Ki emel fel, hogyha elesel? Ha mindenki bánt, ő védőn átölel. Ki az, ki mindig csak jóra int, ha vétkezel, megbócsát megint. Ha bűnös vagy, akkor is szeret. Rám bízd magadat, add nékem életedet. Ki vigyázott rád, és mindig hordozott. Nem tudod, kié vagy, még nem tudod. Nézz fel én rám, érted vérzek én. Nézz fel rám, és fordítsd arcot felém. Ha leszáll az este, és pirkad a hajnal, én vigyázok rád, éjjel és nappal. Én óvlak téged, zord bús éjjelen, hogy te boldog légy, add oda életem. Ha letörlöm szemeidről a könnyed, add nékem a sorsodat, szívedet, add hát életedet, és e sötét éjjel felderül a fény, szívemben ott él a boldog remény, mikor az édes szavak hangzanak, enyém vagy,
enyém vagy, én megváltottalak. Bizonyára mindnyájan visszaemlékszünk a Noé bárkájára. A Noé bárkájó nagy gyikánt volt, és hasonlítnak a mai nagy hajók. De két nagy különbség van a Noé bárkája közt és a mostani modern hajók. Meg tudná-e mondani valaki, hogy mi a, ez a nagy különbség a Noé bárkájuk közt és a nagy hajók közt? Hogy? Nem volt kormánya, csak Isten. A Noé bárkájának nem volt kormánya. Nem volt kormánya. De nem volt hajtómotorja sem. A mostani hajókat az ember kormányozza. És a hajtómotor hajtja, viszi. A Noé bárkáját Isten kormányozta. Isten vezette. Hagyjuk életünket, Isten kormányozza, és akkor bizton elérünk a partra. Mindjárt mondjuk azt, hogy jöjjön el, Urunk, a te országod, hozd el a béke drága nappalát, szent bölcsességed, a te igazságod, ezt a világot végighassad. Ó, jöjjön el, Uram, a te országod, hozd el, Urunk, a te országodat. Ó, jöjjön el, Urunk, a te országod, hozd el a béke, drága nappalát, szent bölcsességed, a te igazságod, ez a világot végig hassa hát. Ó, jöjjön el a te országod, Úrom, a béke hon, a szeretet hona, melyért szívünk nap-nap mellett mond imád. Hozd el, Urunk, a te országodat. Ó, jöjjön el, Urunk, a te országod, üzd el az éj sötét hideg ködét. Minden szívünkben a te királyságod, ha tündök eljön fényben mi előbb. Ó, jöjjön el a te országod, Úrunk, a béke hon, a szeretet hona, melyért szívünk nap-nap mellett mond imád. Hozd el, Urunk, a te országodat. Ó, jöjjön el, Urunk, a te országod, öröm zemdüljön völgyön és hegyen. Árasszon életet, szent társaságod, múljék a régi, minden új legyen. Ó, jöjjön el a te országod, Úrunk, a béke hon, a szeretet hona, melyért szívünk nap-nap mellett mond imád. Hozd el, Urunk, a te országodat. Hozd el, Urunk, a te országodat. Amen.
Befejezzük Isten tiszteletünket a 197-es számú énekkel, Ó, ne menj előlem, Jézus. Megkérem a diakonusokat, hogy gyűjtsük össze az adakozást. A 197-es számú éneket. Ó, ne menj előlem, Jézus! Yeah.
Mennyei Atyánk, hálával megállunk színed előtt, köszönetet mondani te néked, hogy szeretsz minket. Köszönjük, hogy te helyre akarod állítani az életünket. De segítsél meg, hogy megalázva el tudjunk fogadni téged, és a te parancsolataid szerint tudjunk élni. Köszönjük, hogy te figyelmeztettél, hogy hogyan használjuk fel az időnket. Segítsél meg, hogy kellőképpen tudjuk felhasználni a mi időnket, hogy kutathassuk a te szent igédet. Most mennyi Atyánk, megemlékezünk a gyülekezetünk ifjúságáról. Kérünk, légy velük, óvd meg őket ott az úton, és segíts meg őket, mindent, amit tesznek, a te neved dicsőítésére tegyék. Kérünk, légy velünk ezen a héten, amelyik előttünk áll, őrködj felettünk, és segítsél meg, hogy minden időben te melletted tudjunk dönteni. Hogy mikor el fogsz égni az égnek felhőn, készen lehessünk, és egyikünk se ne hiányozunk onnat, hanem mindnyájon ott legyünk, és örömmel mondhassuk, ez a mi Úrunk, akit oly régent vártunk. Az Úr Jézus nevébe kértünk. Amen. 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 Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Amen. Amen.